Megkezdődött a Magyar Filmhét, amelyen a kísérőprogramokkal együtt csaknem 200 filmet vetítenek a budapesti Corvin moziban. Az idei sorrendben 5. filmhéten most először életműdíjakat is átadtak. A tervek szerint ezentúl minden évben 5 olyan művészt jutalmaznak az elismeréssel, akik beírták nevüket a magyar filmtörténelembe. Az első kitüntetettek között van Andorai Péter és Bánság Ildikó is. Olyan szörnyű. Nagyon szép. Azt mondja, hogy szép. Én ilyenkor mindig feszengek. Valahogy olyan, úgy szeretnék hazamenni. Olyan jó volt megtenni ezt a sok dolgot, amiért azt mondják, hogy de jó, hogy megtettük. Akkor szembesülök ezzel az érzéssel. Akkor azt tudom magamnak mondani, hogy tényleg akkor talán tényleg csináltunk valamit, hogyha így ezt elismerik. Az ugyancsak életműdíjas Bodrogi Gyula arról beszélt, mennyire fontos, hogy minél többen nézzenek magyar filmeket. Minden filmnek, minden színháznak, minden ilyesminek, ami így a közönséget megmozgatja, arra mindig mindegyiknek szüksége van. Életműdíjas lett Vencel Vera és Koncz Gábor is. A Filmhét programjában idén először a televíziós sorozatok is helyet kaptak. A játékfilmes műfaj mellett a televíziós forgalmazású filmeket és alkotóikat is díjazzák az esemény végén, amely április 27-ig tart.